Szigorodtak a maszkviselési szabályok a vendéglátó üzletekben, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is, és nem nyithatnak ki azok a szórakozóhelyek, amelyek a zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtják. A szigorítás értelmében a maszkot kizárólag csak étel és italfogyasztás közben lehet levenni. Az étterem vezetőinek a vendéget például a szórakozóhely elhagyására is fel kell szólítania, ha a figyelmeztetést követően sem hajlandó viselni a maszkot. Egy szekszárdi étterem dolgozója szerint nem lesz egyszerű betartatni a szigorúbb szabályokat a vendégekkel. Az új szabály szerint, aki bejön és bent tartózkodik az étteremben, sajnos maszkot viselnie kell majd, ugye. Ha csak pulthoz jön oda, ha csak beszélni szeretne egy pár szót, vagy foglalni asztalt, sajnos hordania kell. Ha már leül egy asztalhoz fogyasztani ételt, akkor leveheti, viszont hogyha mennie kell mosdóba, vagy bárhova elszaladni, ugyanúgy vissza kell sajnos vennie. Szerintem nem lesz egyszerű, viszont a jelen helyzetben mindenki meg fogja érteni, hogy fel kell vennie. Itt a problémát esetleg a kisebb gyerekek okozhatják majd, hogy nekik is sajnos hordani kell, akár játszósarokban, akár az asztal környékén majd. Reménykedünk benne, hogy nem fogja visszaszorítani a forgalmunkat. Nem hiszem, hogy ez egy olyan súlyos lépés, mivel eddig is voltak azért ilyen elvárások, hogy hordjanak az emberek maszkokat. Viszont biztos, hogy lesz olyan, aki ezzel nem fog egyetérteni, és ez miatt nem fog eljönni. A kormányrendelet értelmében a maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti. Azt a szórakozóhelyet vagy vendéglátó egységet, ahol nem tartják be a szabályokat, az egyenruhások akár be is zárattathatják. A szekszárdi lakosokat is megkérdeztük arról, hogy mi a véleményük a maszkviselési szabályok szigorításáról. Volt, aki egyáltalán nem értett egyet az új szabályokkal. Néha zavar, hát az étteremben egy kicsit azért nem annyira praktikus, mert ott eszünk is, meg ha távolságot tartunk, akkor meg teljesen mindegy. Hát igazából nem értek vele egyet. És miért nem? Hát miért nem? Hát az ember meg lehet fulladni tőle. Most az étterembe bemegyünk, utána kimegyünk, és utána ugyanúgy levesszük, akkor fölösleges használni. Orrot, szájot eltakaró maszkban érkeznek a vásárlók egy szekszárdi üzletbe. Már a belépésnél felirat hívja fel a figyelmet az előírások betartására. Bogdán Teréz, a szekszárdi bolt vezetője azt mondja, ritkán szegik meg a szabályokat a vásárlók. Abban az esetben, ha valaki többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó felvenni a maszkot, az üzlet elhagyására szólították fel. Minden körülmények között most már betartják, mert a médiában eléggé elterjedt ez a közlékenység, hogy mindenkinek kell használni a maszkot. Nagyon ritkán esetben lehet ezt tapasztalni, hogy a vásárlók úgy jönnek be, de azokra mindig rá vannak szóval. Az üzletben egyébként a hét második felében, amikor nagyobb a forgalom, biztonsági szolgálat segíti a munkájukat. A biztonsági őr az ünnepek előtt is nagy segítségükre lesz a szabályok betartatásával, amikor még több lesz a vásárló. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete is azt mondja, hogy több biztonsági őrre van szükség az üzletekben a plusz feladat miatt. Ez egy óriási konfliktus helyzetet jelenthet, hogy egy kereskedelmi dolgozó egy renitens vásárlóval szemben megpróbál fellépni. Mi ezért javasoltuk azt, hogy a záruházakban szolgálatot teljesítő biztonsági őrök létszámát kellene növelni, és a feladatkörüket kiszélesíteni arra vonatkozóan is, hogy akár a bejáratnál és a áruház bevásárló területén belül is egy magasabb létszámmal megjelenve folyamatosan ellenőriznék a maszkoknak a viselését. Jelentősen emelkedtek a járványügyi védelmi intézkedések megszegése miatt kiszabható helyszíni bírságok összeghatárai is. 150 000 forintig terjedő helyszíni bírságot is kaphat az, aki nem visel maszkot.